A visszhangversenyt a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége Naszladi Judittal, a Szekszárdi Garai János Gimnázium mesterpedagógus énektanárával együtt rendezte. Volt régen egy olyan időszak, amikor megszakadt ez a folyamat, és hát Naszladi Judit tanárnőnek köszönhetően felé lett ez a mozgalom, és ez egy szép szám ma az országban, hogy 15 együttes itt van. Külön öröm, hogy Bács-Kiskun vármegyéből is van itt kórus, Bajáról, méghozzá 3. Tehát az utóbbi időben más megyékből is jöttek, sajnos most Baranya megyéből nem jött, úgyhogy ez is színesíti a dolgot, mind általános iskolai vonalon, mind pedig középiskolás vonalon. Az esemény különböző évfordulók miatt is jelentős volt. A másik alapvető dolog, amit figyeltem a műsorokat, megköszönve majd kórusoknak, hogy ugye Bárdos Lajos 125 éves születési évfordulója van, Szőnyi Erzsébet 100 éves, és Daróczi Bárdos Tamás 5 éves halál évforduló, és több kórus énekel ezektől a szerzőktől tiszteletből, tehát ez is egy nagyszerű dolog. A zsűri szakmai vezetője a verseny kezdete előtt a színvonal javulását tartotta szem előtt. Mindig az ember várja, meg szoktam ilyenkor nézni az elmúlt évi, hogy mit írtam a kórusokról, és aztán várja az ember, hogy van előrelépés. Reméljük, hogy lesz előrelépés. Naszali Judit azt tartotta fontosnak, hogy a gyerekek jó ízűen énekeljenek. Ne arra gondoljanak, hogy úgy kell teljesíteni, hogy kötelező valamit elérni, hanem szívből és örömmel énekeljenek a gyerekek, és erre gondoljanak vissza hosszú sokáig. A hangverseny nagy múlttal rendelkezik. Ez egy olyan esemény, amely már 100 éves múltra tekinthet vissza, ugyanis egészen az 1920-as évektől kezdődően megrendezték ennek a találkozónak az elődjét, amely aztán igazából a 70-es évek második felében érte el a csúcspontját, és a mai napig is Szekszárd egyik ikonikus eseménye. Az intézmény igazgatója úgy fogalmazott, örömteli tény, hogy a mai digitalizált világban még mindig ilyen nagy szerepe van a közösségi éneklésnek.